Na hát, sziasztok! Ez csak egy uh, gyors bejelentkezés lesz. Nagy erőkkel zajlik a 14900 KS gépnek a tesztje, amiben ugye átkerült a, az RTX 4090-es végia, Úgyhogy uh, itt most azt láthatjátok, hogy uh, éppen zajlik egy uh, AI uh, feljavítása egy videónak. Ez SD-ből Full HD felbontásba fog. Uh, egy, egy modell segítségével konvertálódni, ugye upscale lesz ez a történet, és a beállítások azok ilyen csak megfektetik a, a, dolgokat, úgyhogy nagyon sok, mindent kell, nagyon sok mindent kell csinálnia a gépnek. A szoftvert az direkt nem mutatom, ezt üzleti itt, titokként kezeljük, hogy, hogy mivel dolgozunk, a lényeget viszont látjátok, ugye úgyis erre kíváncsi mindenki, gondolom. Úgyhogy ezért is csinálom ezt a videót, mert gondoltam, hogy várjátok esetleg az eredményeket, hogy hogyan sikerült a hűtése a gépnek. Szokásos módon kortempet használok a, 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 a hőmérsékleteknek a, a, a figyelésére. Ebben a Maxot megint csak nem kell annyira nézni, de le is lesz a nektek, mert abban még a boot benne van, és tudjátok, hogy bútkor még azért ott, ott, ott irreálisan magas a. Illetve egy pillanatra felszalad Max a, a, ugye a boot során a, a hőmérséklet, és ugye a Max az megjegyzi ezt. Tehát azzal nem érdemes itt most foglalkozni. Nyilvánvalóan az aktuális hőmérsékletet kell figyelni, méghozzá azért is, mert ehhez segítségül kapjátok itt a teljesítmény figyelőben a processzornak a terheltségét és a GPU-nak a terheltségét is, bár az most nekünk kevésbé számít, mert ugye itt most a, a proci nézzük jellemzően, de azért az is látszik, hogy a memóriából egy 30% környéki van elhasználva, és a GPU az igencsak majdnem 100%-on pörög. A processzor az ilyen 70 és 80 között ingadozik, plusz-minusz néhány százalékot, át is kapcsolok a processzorra, hogy azt lássuk itt nagyba pillanat, és akkor visszahozom a kortempet nektek, no. És akkor itt láthatjuk, hogy azért, középre helyezem, hogy egy kicsit jobban leszen látni a jobb oldalon is az aktuális terhelést, mert hogy ott látjátok, hogy jön befelé a jobb oldalról a történet, és akkor itt láthatjuk, hogy milyen terhelés adaton, milyen, ö hőmérsékletek társulnak bizonyos terhelés adatokhoz, vagy terhelési állapotokhoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából elégedett vagyok. Itt a max hőmérsékletnél azért volt egy 82 fokom egyetlen egy magon, ami azért némi aggodalomra nekem okot adott de hát ugye ennél jobb nem tud lenni, tehát igazából ez a max, amit ki hozni most ebből a ütésből. Ugye azt tudni kell, hogy a gépen rajta van minden, tehát rajta van az összes oldala minden, és most jelenleg azért hűvös van a szobában. Most még ben van a szobában, majd később fog kikerülni helyére. Most még hűvös van, de hogyha beindul a fűtési szezon, és ezért aggódtam egy picit emiatt a 82 fok miatt, akkor azért az a 82 fok max, az lehet, hogy egy kicsikét egy picikét ö, sok lesz, mert itt az akár ilyen 90 fokig, vagy még fölé is tud akkor ugrani, hogyha Hogyha majd itt a, fű, a, hűmés, a, a procénak a hőmérséklet el, hogyha itt a szobában majd itt beindul a ezerrel a fűtés. Ugye itt, itt magas emelet panel napos oldal, már egész évben nem látunk napot, csak nyáron, amikor kánikula van, de mindegy. És akkor még ráadásul e, brutális elfűtés van, tehát itt ugye ezerrel befűtenek. E, de meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Éppen ezért fog kikerülni ez a gép is oda, oda az előszobában, mert ott azért viszonylag jól lehet szellőztetni, és ott azért nem érvényesül annyira a fűtés, mint itt a szobában közvetlenül. Minden esetre brutálisan befűt itt a, az én részemet, hogyha in, tehát itt, ahol én ülök, itt nagyon befűt a gép azért. Ha innen fölállok és kicsit odébb megyek, az már ott már azért a hűvösebbet érzékelni. Úgyhogy itt, ahol én ülök, nem fázok egyáltalán, lehet azt mondani, hogy elég jó a hőmérséklet. Úgyhogy fűt, fűt, de hát ez, ez van, tehát ez, ez, a jó, tehát eltávozik a meleg szépen, a ahogy kell a, a prociról. Én azt gondolom, hogy azért rendben lesz ez, tehát azért félni nem félek, azért látjátok, hogy a frekvenciát is látjátok közben, hogy azért ez gyönyörűen hajtva van, tehát azért 5,5-ön van, azért az nem olyan nagyon kávéská. Akárhonnan is nézem, és azt kell hogy még ugye elmondanunk, meg azt kell még észrevennünk, hogy játék közben sem a GPU, sem a processzor nincs ilyen terhelésnek kitéve. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha bár memóriából több van használva, de az lényegtelen, a GPU és a CPU az igazából játék alatt nincs ennyire megterhelve, mint most. Tehát most jobban meg van terhelve, sokkal. Tehát azért nem nagyon van az a játék, ami ennyire megterheli, mint mondjuk ez a szoftver a, a gépet. Ugye az AI eleve ilyen, tehát az AI természetéből fakadóan. Ez már csak ilyen, hogy, hogy ez nagyon megterheli, és mindig meg is fogja valószínűleg a hardvert. Úgyhogy itt, itt előbb-utóbb szükség lesz még durvább és még durvább hardverekre, ami ugye elvileg érkezik is. Tehát most már azért ebbe az irányba fejlesztik a hardvereket is, hogy a különböző AI szoftvereket ki tudják szolgálni, meg AI megoldásokat. No, ugye azt hiszem, hogy bőven láthattátok, hogy, hogy hogy állunk a hőmérséklettel, meg hogy állunk a teljesítménnyel. Jók vagyunk én úgy gondolom mindkét szempontból. Még annyi tapasztalatot, hogy az AI-jal nem vagyok elégedett abban a tekintetben, hogy sajnos az összes létező modell az nem igen optimalizált. Tehát retteltes. Tehát ebből a szempontból, hát is, ugye ezt a választ kaptam rá, ugye írtam a fejlesztőknek, ezt a választ kaptam rá, hogy hát ez ilyen. Tehát gyakorlatilag ezt állzottak. Hát, hát ez ilyen, ez, ez, ez az AI. Hát de mondom, cseszétek meg, hát azért gyerekek. Azért rájuk már meg egy emberi szóra. Ilyen alapon mindenre lehetne azt mondani, hogy az összes játék lehet azt mondani. Hát kérlek, ez ilyen. Tehát ez fogad, el, hogy ez ilyen. Tehát ez, ez, nem így működik, gyerekek. Tehát azért értitek. És akkor, és akkor az van, tehát ugye a lényeg, hogy értsétek, hogy mi a problémám. Ugyanaz a szoftver, tehát 12900 KG-ben volt benne a 49-es ATX 49-es végé, 49 49 végé. az került át, hogy a 14900 KG-be. És ugyanaz a szoftver, ugyanazok a videók, Ugyanazok a, ugyanazok a, ugyanaz a modell, ugyanazokkal a beállításokkal, ugyanazokkal az output beállításokkal, ugye, ami, a, ami az enkódolást illeti. Tehát minden szém, egy az egyben, ugyanaz minden, és gyerekek, ugyanaz az FPS. What? <laughs> tehát fel tudjátok ezt szólni? Magyarán, tehát lefordítom nektek, hogy mindenki értse, tényleg a, a 12.900K proci pont ugyanannyira hajtja ki ezzel a szoftverrel, a, a, és ugye ezekkel a modellekkel, most mindegy, a, 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 a es végját, mint, mint a 14.000 cash proci. Semmivel nem jobb a 14.900 cash, 14 cash, proci ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy ezt így elérte mindenkinek, és akkor most nézzétek meg, hogy mennyi az ára Menj, melyiknek mennyi az ára? Nézzetek meg, legyetek szívesek, hogy mekkora az árkülönbség, és, és hogy mekkora a hype különbség, ami meg a magok száma, meg minden egyébet nézzetek meg, hogy a paraméterekben mekkora a, a, a különbség. Hát én azt gondolom, hogy kicsit meglepő adat ez, így ebben a tekintetben. Én, én, nem kicsit lepődtem meg, különösen, hogy mindenki izé, ó, minek raktad be a 12, 12.900 s izébe. Jó, mondjuk ezekre én nem adtam ezekre a hangokra, én tudtam, hogy ezért ez, azért, ez kihajtja valamilyen szintet. Tehát nem akkora izé ez, nem akkora ördögtől való ez. Nyilván arra számítottam, hogy a 14.900 k majd oda bassz. Hát nem basz oda. Nem baszod a gyerekek, mert pontosan ugyanannyira hajtja ki, mint a 2900K ezt a végját. Úgyhogy ez egy érdekes fejlemény, különös tekintettel még arra is egyéb iránt, azt is hagyj egyezzen meg, hogy itt a memória, az a, a 12900 k ban is ugyan DDR5-ös memória van, de azt hiszem 6400 zón megy az XMP-vel, ugye a profillal, itt pedig ez egy tehát ezek a modulok 7000-esek. Ezek 7000-esek. Tehát ugye két 7000 MHz-es modul van ebben is, meg, a, tehát a másikban meg 6400-asból van kettő, tehát magyarul a, tehát a, 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 a két csatornás memóriavezetés az itt is ott is megvan, tehát félreértés Tehát, nincs, nincs, tehát elvileg nincs, baj, hát nyilván a késleltetésen van bukta, nyilván, de abból egyébként olyan ramot vettem direkt, nem spóroltam semmit. Azért vettem corsair és nem Kingston, mert nagyon fos volt a késleltetése már ilyen magaságokba és ennek a corsair meg papíron a késleltetése sokkal jobb, mint, a, mint annak a Kingston-nak, ami szóba jöhetett volna. Na most ez nem sokat dob, tehát a memóriát azért nem izé várok itt nagy dolgokat a memóriát, attól, hogy most egy kicsit gyorsabb, de ezt így hozzá kell tenni, hogy gyerekek, elvileg minden jobb, mint a másik konfigba, de minden, és lofasz sem történik. Tehát FPS ugyanaz, Gyerekek, pakra megegyezik az FPS. Magyarán a, 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 feldolgozásának a sebessége, tehát az AI feldolgozás sebessége, pakra megegyezik, pakra. Semmi különbség nincsen. Érthetetlen teljesen. Hát nyilván írtam a, a közösségbe, meg minden a szoftver közösségében, én ezt jeleztem, meg mit tudom én. Öh, ők is tehetetlenek, tehát igazából a közösség sem fog tudni ez mit nagyon hozzátenni, azon kívül, hogy esetleg ők is ezt tapasztalják, mert ők sem tapasztalhatnak mást. Ez van. És ott is, ők is nagyon sokan SD videóból csinálnak Full HD-t, meg esetleg még 4K-t. Na most 4K-n meg is makkan, tehát 4K-n, tehát mondjuk a Full HD bakrok 4K-t csinálja, az ilyen 3, 5 FPS az szerintem nagyon ritka. Hogyha ez rendesen meg akarom dolgozni, hogy, hogy tényleg a szép legyen, meg jó legyen beállítani a modellt úgy, hogy kiveszem a legjobb modellt, amin a legjobb kép van, és a legjobban megcsinálni, legjobbra beállítani, paraméterezgetni, hát az bizony nagyon megfekteti. Három 3 FPS-re lehet számítani nagyjából. Ö, az volt a 12900-ken, ezen még nem próbáltam ki, de akkor innentől kezdve, gyerekek, mit várjak? Tehát innentől kezdve nem várok semmit. Tehát innentől kezdve ugyanazt várom itt is, tehát hogy majd majd valószínűleg ott is ez lesz, nem gondolom, hogy ott nagyobb gyorsulásra lesz majd lehetőség, vagy hogy azt fogok tapasztalni. No, úgyhogy csak gyorsan bejelentkeztem, hogy mégis lássátok, hogy mi történik, mert, mert biztos vagyok benne, hogy van, akit ez érdekel, úgyhogy... Meg hát így kerek a történet, tehát hogy így látjátok azt, hogy teljesen a megvásárlástól kezdve milyen cuccok kerültek bele, bemutattam a konfigot, vázat, mindent megmutattam, és akkor így kerek a történet, hogy ezzel fejezzük be, hogy hát íme. Lám, én ilyen teszteket nem szeretek, tehát ilyen 3D -mark meg ilyen, értelmetlen. Tehát az a, illetve nem igaz, hogy értelmetlen, nekem értelmetlen. Másoknak, akik azt akarják tudni, hogy mondjuk más konfigok, más teljesen ugyanolyan konfigokhoz képest, hogyan teljesítik a gépük, vagy más hasonló konfigokhoz képest, és össze akarják a szkórokat ott van értelme, bár most váj. Tehát azt sem értem, hogy miért kellene ez valakinek, de mondjuk, oké, okay, legyen, biztos erre gerjed valaki, hogy az ő gépe jobb legyen, vagy nem tudom, ez a fasz méregetés, ez nagyon megy. De, is, de igazából engem ez nem érdekel, nekem munkára legyen jó, és jobb, mint az előző gép. Hát ezzel most úgy néz hogy befaragtam. Úgyhogy ezt ki kell jelenteni őszintén, mert ettől nem lett jobb semmi, ettől függetlenül a paraméterei miatt muszáj nekem ez a gép. Tehát ez, ez nem. Tehát még tehát, egyszer mondom, tehát. Na, ezt már egyszer elmagyaráztam egy videóba, hogy muszáj előre, tehát muszáj előrelépni, és muszáj, hogy, hogy ilyen konfigom legyen, mert ez üzletre van, és üzletbe lesz bocsájtva, tehát ez nem arra van, hogy ö, te most egy FPS-sel többet érjek a játékban, mert az valószínűleg azért meg lesz, tehát, és már értelmetlen most is, mert 60 Hz-es monitoron játszok, tehát teljesen értelmetlen a plusz FPS. No, mindegy, de a lényeg az, hogy ö, hogy, hogy, hogy ennek ilyennek kell lennie, tehát ez nem véletlenül lett ez vásárolva jó, tehát attól függetlenül, hogy most az ai ez egy terület, ezzel most azt tapasztalom, hogy amit. És aztán majd utána nyilván lesznek később talán fejlettebb modellek, de nem mondom egyelőre az a baj, hogy nem ez a fejlesztés irány, hanem az, hogy oda a usernek, aki, aki hogy hát ez ilyen, ezt így fogad, de mert ez ilyen. Tehát ennek ez a tulajdonsága, hát csesz meg, <laughs> hihetetlen. Jó, tehát később azért muszáj fejlesztenek erre, mert egyszerűen most látszik az, hogy nem bírnak eleget eladni a szoftverből, mert amennyit szeretnének, és mindenféle akciókat kitalálnak meg ilyenek. Tisztán látszik az, hogy, hogy befognak, rá, rá fognak faradni arra, hogyha ha nem fogják valahogy optimalizálni a, a modelleket, nem, arra fog, nem fog elmenni arra a fejlesztés iránya. Mindenféle új modelleket találgatnak ki, amik tök ugyanarra használható a gyerekek. Tehát a videózás az videózás azentél, ezen belül. A nagy újdonságok nincsenek, hogy ú, ezt tudja, meg azt tudja. De, de nem, nem. Nagyon jók a meglévő modellek egy aprócska gond van velük, a teljesítményük az lónak a kakia. Ka tehát egyszerűen nem ér semmit az egész ez, ez a teljesítmény, amikor egy ilyen gépen gyerekek, azt érem el, hogy semmit, tehát nem, ez, ez a teljesítmény, amit most tudnak ezek a modellek, ez, ez, semmi. Tehát igazából ettől sokkal durvábban kellene, hogy működjön, sokkal komolyabban a, a, sebesség tekintetében. Jó, a feldolgozási sebesség tekintetében. No, ennyi voltam, srácok, tényleg csak beugrottam. Na, <laughs>